mondja, hát nekem nem adtak kulcsot, hát tudom. Akkor is nálunk lett volna egy. A hozzátartozók szerint a férfi egy családi vita után vetett véget életének. A hétfőn, mikor itthon voltak. A Csíról az anyja, meg a, ez a férfi, az élettársa. És akkor a szomszéd az mindjárt mellette lakik, és hátulra arról van egy ablakjuk nekik, és minden átallatszott, nagyon összevesztek. Amikor elmentek, akkor rá egy másfél óra rosszára, akkor felakasztotta magát. Ebben az utcában lakott családjától elszakadva egyedül. A szomszédok értetlenül állnak az eset előtt, kameráink előtt viszont nem akartak nyilatkozni. Ebben a házban élt az a fiatalember, aki 27 évesen vetett véget életének múlt hétfőn. Holttestét csak 4 nap után egy közeli ismerőse találta meg. Miért nem keresték a fiút? Én másnap mentem hozzá volna be, és belülről benne volt a kulcs a kapuba. Megnyitom, nincs itt. A férfi baráti köre közös megegyezés alapján nem kívánt nyilatkozni. Annyit viszont elmondtak, hogy nem értik, hogyan és miért történhetett ez meg, hiszen az elhunytat sokan szerették és mellette álltak.